A műsort a Samsung Galaxy támogatja. Játékosoktól játékosoknak. Az istenes támogatója az Unibet. Tegnap elvittem Odettet vacsorázni, nem hiszitek el. Burger? Nem, most tényleg nagyon sok alkalom összegyűlt. Akkor mi, akkor Vapiano? Vapiano. Szerintem az étterem az olyan pénzkidobás. De most tényleg a Vapianóba voltatok? Gyerekek, Abasáról feljött. Tehát épp ott... Abasáról, hogy elvitt az asszonyt a Vörösmarty téri Vapianóba. Igen. Ha Marokkó nyeri a VB-t, akkor magunkra tetováltatunk mind a négyen. Odettel már beszéltünk egy ilyen közös szív, vagy valami, de hogy Forza Marokkó. Melyik játékos játszotta a legtöbb VB meccset? Ever. Az jó kérdés. Ever. Gerd Müller. Random, de nem jó. Giroud, Grizi bácsi, Kanté úr, Matuidi Pogbamen, Gól! És Ollo Griezmannnal. Ott van! Griezmann! Gyerekek, Fecó, mennyire izgult, annyira vicces vagy. Te is izgulsz, te is. Én nem izgulok. De, próbáld lefedni a idegességedet. Én abszolút nem izgulok. Jó, na, indítsuk be a beatet akkor. Tehát igen. Most mi lesz akkor, ti ketten játszotok egy meccset? Mindjárt elmondom, csak indíts már egy beatet, hallod? Indíts be! Úristen, milyen férfias nyomtál rá. így nyomtál rá. Na, szevasztok, gyerekek! Na hát egy igazán különleges adással készültünk, VB lázban égünk, legalábbis mi férfiak szerintem. Arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen focis VB-s adást. És akkor jött az ötlet, a gondolat, ugye Fecó részéről, hogy ő szeretne mindenképpen fifázni velem. Úgy érzi, hogy nyerni fog, mondjuk nagyon izgul. És az a büntetés, tehát aki nyer, az a másikat felöltöztet, és akkor úgy leszünk végig itt majd ebben a részben. Tehát ő is hozott nekem valami fura, gondolom, ilyen fecós ruhát, ilyen női és gyűrűk, nyakláncok, fürdővalók, és gondolom ilyen átlátszó pólók, hát így tudom elképzelni. Én viszont más jellegű ruhákat, vagy más hoztam neked, ha esetleg én nyernék. De milyen ruhákat beszéltünk meg? Hát olyasmi. olyasmi. Na figyelj, most a tapsot kell megnyomod, mert most mindenkit be fogok mutatni. De most akkor ott néz, az adásról én leszek ez alatt? Nem, utána majd vissza, a FIFA után visszaülünk. Na figyelj! Szabadságom van, ahol mindig neked kell nyomkodni. Tehát itt van velünk Froner Fecó! Balansó! Úgyse ismerek. Bruno! És Kamarás Norbi! Kamagrás! Ez a beceneve. Kamagrás Norbi? Nem mondom, itt semmi nem tud kiderülni már, mert már minden kiderült mindenhol. Fecó, csak azért. Csak tudsz tényleg meglepetést okozni. Félsz egy kicsit egyébként az istenestől, most őszintén? Magamtól félek. Hogy engem? Tudom azt, hogy mikor veled vagyok, akkor valami olyat hozol ki belőlem, hogy minden f***ságot elmondok. Azt hittem, ami erotikus dolgot mondasz. Amikor veled vagyok, akkor nem bírok magammal, testem felhevül. Nem, tényleg, igen. Szóval, hogy magamtól, de abszolút, tehát most figyelek, és tényleg semmi baj nem lesz. Nem lesz az, mint de most egy más imidzset műsorokban. Váltottál, vagy mi? Imidzset váltottál? Csak nem akarom azt, tudod, amikor hazamegyek egy adásfelvételről, igen. Akkor utána azért nem alszok, hogy az vajon le lesz adva, az abból mi baj lehet, hogy miért kellett nekem azt mondani, aha. Hogy mindig egy ilyen stengbe kerülök, és most itt igyekszem ebből kimaradni. Szeretnélek megnyugtatni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Igen? Sokan jöttek már, hogy ide is tervezték, hogy úgy mennek, de nem. Fogadtam el direkt a piát, amit adtál. Hoztam magamnak, ebben pontosan tudom, hogy mi van, tehát nagy baj nem lehet, tehát ebben víz igen. Van. És tényleg, tehát én igen. Most csak éppen, hogy csak beugrottam, igen. De én már megyek. Annyi még egy kérdésem van, hogy a kártyával játszhatsz? Kártya? Hát mikor megláttam, hogy az asztalon van, ugye tőle hogy kaptam egyet. Hogy engedtek el téged? Tényleg megkaptad? Valamelyik reggel hívott a futár, hogy hoztam egy csomagot. Örültél? Na mondom, biztos valami nagy dolog, azt ilyen hülye kártyát hozott csak.
És akkor kibontom, elkezdtük Odettel nézni, és akkor ilyen, most nézd meg, ez milyen hülyeség, mutatja nekem. Elolvasom, amúgy ez tényleg az. Mert hogy tudod, és nem benned elmondani, hogy neked tetszik. De azért erre válaszolhatná. Nem válaszolsz, akkor miért nem válaszolsz? Szóval, hogy, de mit mondta, hogy játszhatsz vele, esetleg előkerül? Egyedül szóval? Nem. Azt mondta, hogy bármit csinálhatsz, de az istenes kártya előkerül. Ha előkerül, akkor te felállsz, és kimész szólni. Az könyörögöm, akkor játszom egy kicsit. Csak kettő kártyát. Nem, láttad legutóbb is mi volt. Csak egy csokit átköptem a Bence szájába, tök normál dolgok. Ilyenek voltak. Odett úgy rakott ki most itt, hogy oké, minden jót neked, de hogyha a kártyával kezdtek játszani, azonnal hagyd el a stúdió. És Odett az egy kilométeres körzetben is van, és ugye, azt megbeszéltük itt már. Itt köröz körbe-körbe. Elektromos autóval jöttünk, 1%-nál adtam át neki, hogy... Hát messzire nem jut. Igen. Na, kezdjük a FIFA-val, nem? És akkor utána dumálunk majd fociról, meg VB-ről, meg csajokról, meg durva sztorikról. De akkor... De mit csinálsz? Én izzadok nagyon, ha játszok. És tényleg elkezdek nagyon durván izzadni. Tehát igen. Nagyon ott is egy valaki játszol egyébként. Na, akkor én így jöttem. Igen, de figyelj, hogy mi van az, hogy minden adásban valami hülyeszedbe van? Én tényleg, én most azért jöttem szemüvegbe, ebben nincs se dioptria, se semmi, tehát ez egy ilyen... Csak okosabbnak tűnye, igen. Mert te az előző adásban láttam, hogy ilyen szemüvegbe. És milyen okos voltam? És nagyon. Egyébként őhöz, én is felhívtam Fanniékat, ahonnan a szemüvegedet szerzett, hogy én is akarok ilyen okos szemüveget. Tényleg? Működik. Tényleg, igen. Működik. Mondtam neki. Igen. De ez ilyen 1000 forintos, ilyen egyszer használatos. De mondom, hagyd lehet. Ja, látszik is rajta. Abszolút látszik rajta, nem kell elmondanom. Nem olyan, mint a tietek, ilyen több tízezer. Kivel leszel? Válogatottal legyünk, válogatott csapatokkal. Nem, akkor lesz... Franciákkal leszel. Ne, akkor sorsoljuk ki. Nem, de legyél Bulgáriával, az tök jó. De azért hozzáteszem, mondjuk, hogy te első osztályban játszottál, ugye online évekig. Igen, én online évekig játszottam a kazakok ellen, németek ellen, egyszer le is tiltott a PlayStation, mert lehet egymásnak kommentálni, és olyanokat írtam. Annyira, én egy nagyon nyugodt csávó vagyok, csak a FIFA annyira ingerültséget hoz elő belőlem, hogy... Látszik, most egy kicsit át is váltottál, egy kicsit másik hozzád. Portugálokat. De ez nem fair. Na, ez komoly. Jó, portugálok. Oké. Úristen! Giroud, Grizi bácsi, Kanté úr, Matuidi Bobbamen, Mbappé. Nem áll éjszíves. Na, hát akkor sok sikert kívánok neked, jó szórakozást mindenkinek. Üdvözlöm a kedves nézőket itt. Az International Friendly mérkőzésen Portugália, Francia ország ellen fog megmérkőzni. De jó játékos? Ajaj, nagy a baj! Én nem tudom. Nézd a cét! Nagy a baj! Szűr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 ű
Úristen! A franciák tényleg egy kicsit kicsit álmosan kezdtek. Ébresztő! Gyönyörű, Kante bácsi, gyönyörű. Benchedder, Pogba úrnak, teszi a labdát. Pavard indul már az oldalon, szép cselek, gyönyörűen. Gyönyörű, Pavard. Mbappé-t indítja, Mbappé nagyon gyors! Középen várja a labdát! Ketten is várja, gól! Mbappé zár vissza, nagyon egyben van. Hova ül? Jön már! Bence bácsi! Lőd el, tesszom! Ezt nem kell közelebb vinni. Úgy van! Bence! De fia... Tizi! Tizi csoda! Tizi! Bence! Bence! Rúgd el úgysem, nem tudok időzni. Nem fogalma nincs. És megböki! Ez a busztustalan szkriptel ar. És Ollo Griezmannnal. Ott van! Griezmann! Muszáj pártotak lenni. Antoine Griezmann! A meccs eddigi legszebb gólját láthattuk, hölgyeim és uraim. A franciák mintha felébredtek volna. Egy kicsit kásásan kezdtek. De mostanra jönnek vissza. Na nézzük akkor, hogy ezt a Portugálián akkora nyomás, hogy már passzolni se tudnak. Ötöz, Bence! 2-1 úgy, hogy te konkrétan első osztályban játszottál folyamatosan, ez a 2-1, én meg izé full amatőr tipásként. Olyan boldog vagy. De hogy lehet nagyobb a szád, mikor kikaptál? Ötödik percben jött a gól. Igen, az a szerencséd volt. Akkor azt nyomod, akkor nekem végén. Kimegyünk, visszarendezem a stúdiót, visszarendezzük addig, és mi meg átöltözünk. Úristen, a te ruháidba kellene, nem? Jó, de várom. Gratulálok.
Köszönöm szépen. Mi is látott az ugye? Akkor rohadnám. Na, hát akkor elkészültem. Köszönöm neked ezeket a ruhákat. De hogy ez nem Bencinek, ez neked égő. Tényleg ilyen ruháid vannak? De amúgy, hogy nézesz? Okay, most nekem most meg kell védjem, gyerekek, na. Amúgy. Én azt ránézek, és amúgy ő kicsit ilyen sztáralkat, tudod? Tehát ő nem a hétköznapi ember. Köszönöm, köszönöm szépen. Ez nem azt hiszem, hogy... Nem úgy beszéltük meg, hogy ezt nekem mondod? Állj, nem, elmondom. Ő sztáralkat, de nem sztár. Te nem vagy sztáralkat, de sztár vagy. Érted? Igen. Tehát igen. Azért nem pécse. Mi a bajod velem? Szóval azt akartam mondani, hogy szerintem ez olyan szett, hogy mondjuk... Igen. Ez ilyen fellépő szett, nem? De én biztos nem venném fel. De ő nem lép fel soha sehol. De mondjuk a Milán például ilyenek. A Milán, meg a Spák, meg ezek úgy felvennék azt, hogy fú, ez bomba szett. Szóval amúgy megértem. Sőt, te még lehet a testírusod fiatalosabb, mint az enyém. Az egy testírusod? Nem, a tiéd az enyém. Most át kell gondolni, most kezdjünk-e beszélgetni másról, addig ő ezt átgondolja, és mindjárt reagálni fog. Az a durva, ha csak simán trikóba vagy decemberbe, az visszafogottnak tűnik, mert nem átlátszó a trikót, mert ezt is köszönjük. De tényleg, hogy tényleg december van. De ez csak a FIFA-ra igen, toltam, múlt hogy nehéz adjak be. Igen, a nagy szakálló épp, hogy visszament lapföldre. Tehát, hogy így. De például egy ilyen felsőt, te hova veszel? Én, hogyha merre mész ebben? Bármilyen megjelenés van, hogy meg vásárolni, vagy bármilyen dolog. Ebben a spárba, ebbe mész? Igen. És akkor mész, és akkor kenyér, veszed a kenyeret, szalámi, mosolygok, igen, nézzen. És nem néznek furán? De amúgy is furán néznek. De amúgy neked van olyan... pénzt is adnak? Tehát, hogy szegény... Jó vicc volt, jó prank volt. Neked van olyan amúgy nem, amikor, mert nekem van olyan ismerősöm, aki direkt olyan rendezvényekre megy, ahol tudja a ruháit felvenni. Tehát megfordítja az egész témát, érted? Hogy neked ilyen ruháid vannak, te direkt lemész az olyan klubokba, ahol az ilyen emberek járnak. Én ilyenekre nem gondolkozok. Én egyszerűen így érzem, önazonosnak magam. De például ez... Például ezt, igen. Például ezt, hogy ezt hány fokon kell mosni? Tehát én ránézek, és azt látom, hogy 30 fokon is összemegy. Ez csak kézimosás. Kézimosás. 15 kézimosás. Két éve nem volt kimosva. Az, hogy végig ki kell írnom majd elnézést, a fecó ruháiban vagyok, tudod? Tehát, hogy így, na, valaki csak tudod, hogy véletlen kapcsolod, akkor azt, hogy az én ruhám, tudod? Tehát, hogy nem nézi meg az elejét, mert a FIFA-t unja, tudod, és majd beleteker. Miért nézd a Bence, hogy van felöltözve? Miért meghűlt az Istenest? De például egy ilyet, hogyha megyek, akkor hogy ott hol keressek a városban? Szerintem ez lehet, ez veled szembe jön, esküszöm, ezt nem tudod megkeresni. Ez olyan, hogy meglátod, és mondod, hogy ezt hazaviszem. Ez milyen márka, de tényleg? Ez nincs márkája, ezt én csináltattam. Mi csináltál? Hány tével csináltad? Mit csináltál? Itt újra de tudunk venni dolgokat, nem? Tehát, ezt úgy nem tudjátok kivágni. De hát ilyeneket nem fog. Még egyszer mondd, hogy... Csináltattam. Igen. Így jó, így már jó. De próbáld meg két tével, hogy ne négyjel. Csináltattam. Csináltattam. De nem én csináltam, hanem más. Megkért valakit, hogy csinál neked egy ilyet, jó? Csináltattam. Te csináltattad. Én csináltattam. Te mentél oda, és te megcsináltattad valakivel. Én csináltattad. Tadd meg. Csináltattad. De miért? Nem már Bence, léci. Csináltam. Csináltam. Ez fecó csinálta. Igen. Te maradjunk ezzel. Mondd azt, hogy te csináltad, és akkor nem bonyolodsz bele. Nincs más. Vegyük azt fel, tessék. Én csináltam. Vágás kérdése, és fecó okosnak tűnik. Adra szemleget, Igen. Esküszöm, hogy kihagyom ezt, ha visszaöltözhetek. Nem. Akkor inkább hagyd be. Hagyd benne. Jó. De hogy fog, ez semmit figyelj, nem fog kihagyni. Figyelj, felveszed azt, amit én hoztam azért neked? Fel, persze. Nem áll, hülye. Tessék. Húzd rá a fejedre. A mancsokat nem kell. Most már azt mondtad, hogy igen, innen már tök ciki visszatáncolni. Na. Ez annyira nem is durva. Fel se tűnik. Mondd már oda a mancsokat is. Tehát ha nekem választanom kéne, inkább az, mint ez ja, a hülye fejlő. Meg amúgy én is, ha választhatnék, akkor inkább így lennék kutya, mint hogy kutya nevem legyen amúgy. A búrva az elég megkérdőjelezhető azért házi állatnév. De mondd, neked jól áll. Neked esküszöm jól áll. Tényleg jól ugye? Aha, neked tényleg jól áll. Köszönöm. Leköltöztél vidékre? Hát mesélj már róla egy kicsit. Az anyukájához, meg édesapukájához. Ez annyira érdek, hogy kettő mikrofont kapsz. De tényleg, hány kilométer ezt így nézi a Blik is, meg mindent, tehát hogy ebből lehetnek cikkek is, ugye? Hogy én itt vagyok. Igen. Aki ott nem anyámnál lakok, főszerkesztő.
Egy nagy villát vettem meg. Persze. A Balaton partján. Csak anyám is ott lakik. Jó? Csak anyám gyakran jön főzni. Gyerekek, foci VB, de hány kilométerre laktok Pestről? Vagy mi, ez mi a 80 kilométer. 80 kilométer? A Mátra alja. Abasár egy kis falu, ahol amúgy én felnőttem. Aha. És onnan ugye azért jöttem el. Ezt a szüleid is közel vannak. Hát konkrétan az alsó szinten. Azért mondtam, hogy... Igen, szóval azért jöttem el, mert ugye az ilyen nap a Budapestben megkaptam a Lali karakterét, és az 10 évig volt, és most annak vége, megszűnt, és akkor... Nincs pénzed, és akkor megyek vissza a szüleimhez, úgyhogy most idéglenesen ott vagyunk, de Odette? Azért... Odette. Akkor igazából Norbi nem lakik Pesten, csak a Lali, igaz? Igen. Norbi mindig ott lakik. És milyen, de milyen? És ezt hogy bírjátok? Vagy mennyit jártok föl Pest? Vagy hogy tudjátok ezt megoldani? Szinte minden nap járunk Pestre. Komolyan. Minden nap fel kell jönni. Ilyen benzinárak mellett is fogtok? Elektromos autó. Elektromos autó. Hát, ja, bocs, tényleg. Azért ruháztam be egy elektromos autóba, mert ott a töltés az ennél az elektromos autónál ingyen van, úgyhogy így ja, az ingázás az úgy nincs nem kerül pénzbe. Tényleg, hogy bírjátok? Én nagyon szeretem, sőt, olyannyira, hogy se az ingázással nincs bajom, se az otthoni vidéki élettel, sőt, se azt érzem, hogy ott ki tudok ténylegesen kapcsolni, hogy ez a pörgés, ami itt van, ez olyan szinten lelassul otthon, amikor hazaérek, és olyan jó, hogy csak felmegyünk a közeli hegyre sétálni egyet Odettel meg, olyan nyugi van, csend van. Hogy, de hogy mi is ott... évek óta tervezzük ezt, én ezt nagyon élném. Nagyon annyira nyüzsi van itt, tehát hogy nekünk szerintem annyira olyan az életünk, hogy kell egy ellenpont, ahol viszont tökre meg tudsz nyugodni, és ki tudsz zárni mindent. Na, ugyanezt érzem, és ott vettünk is egy telket. Vagy ugye nem anyukámmal tervezem, de... az utca végén ott vettünk egy telket, és akkor ott volt rajta egy ilyen romos ház, és akkor most azt újítgatjuk, és hogyha az kész lesz, elvileg... jövő márciusra lesz kész, akkor oda be is tudunk költözni. Nagyon pici, ilyen 40... ez ugyanaz a falu, most ez már nem... Ez ugyanaz a falu, hát úgy, ugyanaz az utca. Tényleg nagyon jó, ugyanaz az utca, közelben. Annak az utcának a legvége. Az menő. Tehát ténylegesen a hegynek, ami ott van közel hozzánk, annak a lábánál... Hegyet is... Most igen. Most alkudozok a hegyre. Na gyerekek! Foci! Nézitek a VB-t? A VB-t nézzük ezerrel. De amúgy most jönnek a jó meccsek, mert pont beszéltük, most jönnek, tényleg most jönnek a jó meccsek. Azt mondjuk el, hogy ma hanyadika van? December 8, december 8 van, tehát hogy pont a negyed döntők előtt vagyunk, tehát tudjuk a 8 csapatot. Igen, a 8 mai napon, tudjuk. Tehát úgy fogunk most erről dumálni, csak hogy ugye ez hétfőn fog kimenni, tehát addigra már meg lesz, szerintem. Igen. Már még egy kör lemegy teljesen? Most pénteken is lesz meccs, szombaton is lesz meccs. Pénteken kettő, szombaton kettő szerintem. Ja, akkor jó, akkor tényleg, igen, szerintem igen, lemegy, addigra már legyen. Most pont ott vagyunk, hogy két napja nincs meccs. És így van. Igen. Olyan fura, nem? Annyira jó volt, hogy minden nap... és mindig van valami. Sőt, én már mikor felébredtem, mert én művész vagyok, én délelőtt alszok, és mikor felkeltem, bekapcsoltam, mint régebben a mesét a kölyöklubot, hogy nem mese megy, hanem már egy valóta. Jók ezek a meccsek, amikor BL hét van, azt is úgy imádom, hogy kedden is meccs, szerdán is meccs. Annak más a hangulat annak az egész napnak. Egész hétnek. Mert úgy vagy vele, hogy este meccs van, és akkor igen, valahogy tényleg, az úgy van. Igen. De ez már suliba is meg volt nekem, általános iskolában. Tudtam, hogy este BL, akkor az már úgy, az már nem tudott rossz nap lenni. Ja, hát akkor az meg már amúgy, igazán van egyébként, van egy fix programod, ami a napnak a legvégén van általában, és akkor arra készülsz, mert ha mondjuk van egy programom délután kettők, akkor csomószor kettőkor a nap véget ér. Arra készülök egyébként. Mert hát a gyereketek lesz, ez már nem lesz ott. Ott mindig lesz estik program fixen, tehát hogy így. Vagy ha Reál játszik. Ugye én a Laligát te mindig nézem. Te Reál vagy? Lali Liga. Én nagyon reálos. Ezt tehát, mondjuk ez sok mindent megmagyarázom. A Lali Liga. Te Bayernes vagy? Én Bayernes Bayern vagyok. Bayern Real Madrid. Te? Arsenal. Én meg Dortmund öcsi, bro. Kinek szurkoltok a VB-n? Én b***ul felkészültem erre a válaszra. Egész nap erre készültem. Én tudom, hogy csak foci VB lesz a téma, és csak erre készültem. Na. Tehát én összegeztem az opciókat. Azt a mindenit tényleg készült, igen. Na fél, összességében azt mondják, hogy én azért szurkolok a braziloknak, mert szerintem, hogyha a Neymarék nem nyernek most VB-t, ő nem lesz soha a labdás. Mert jövőre, meg ezek után a Mbappé el fogja vinni szerintem, meg a Haaland, meg ezek. Tehát a Neymar az már, hogy ő legalább egy aranylabda legyen, és szerintem megérdemli az egy darabot, neki kell a VB. A másik, a Messinek nagyon kell a karrier kitestés, ez egy VB cím, én nagyon adnám. Igen, és Ronaldónak a másik, is. Igen, de hogyha Ronaldót most végigpadoztatni fogják, akkor ne nyerjék meg a portugálok, mert akkor tudod lesz, hogy oké, Ronaldo VB-t nyert, de végigpadozott. Akkor inkább ne nyerjék, akkor Ronaldo játszon, és akkor ő. Tehát én inkább nem csapatnak, hanem karrier kitestésnek. Tényleg felkészültél erre a válaszra. Igen. Én mégis egy gondot, de még a heten van, akkor sem tudom ezt megfogalmazni. Egyébként elmondom, hogy engem is befolyásol az, hogy kinek szurkolok. Tehát én egyébként alapvetően nem az argentinoknak szoktam például szurkolni, de most ezen a VB-n, például Messi miatt, én nála érzem a legjobban, hogy
ő még azért, megérdemelné. Megérdemelné. Ja. Ő azért, figyelj, tehát én imádom a Ronaldót is, imádom a Neymart is, mind a kettő zseniális, de azért a Messi az a tehetség, tehát ő egy UFO, tehát de, ő érdemelni meg a legjobban. Az a különbség azt Messi meg Ronaldo között, ő a Ronaldo, az tehetségből megcsinálta, szorgalomból érte. Bocsánat, a Messi szerintem nem tett annyit, a Messi sem. Nem. Másik bolygóról jött. Ő egy másik bolygóról. Én ezért szeretem a Ronaldót, mert olyan, amilyen, de akkor is azért kőkeményen megküzdött, és azért le a kalapa, hogy bármelyikünk kerültet. De ez attól függ, mert például, ha valaki mondjuk sokkal jobban értékeli azt, hogy maga a foci miről szól, akkor szerintem egyetlen Messi fanok, ha viszont maga ők a befektetett energiát értékelik, tehát hogy az a meg figyelj, a Ronaldo azért a Ronaldonál tudatosabb, kevés labdarúgóban, azért nézd meg azt, nincs. Hogy felmérte azt, és átkonvertálta az egész játékstílusát egy ilyen befejező centerré, mert tudta, hogy akkor tud még tovább ott lenni. De most már szerintem eljött az a szint, már szerintem még 2 éve, amikor tudni kell abba hagyni. Hú, ezt szépen lassan építeni. Az a baj, hogy szeretem Ronaldót, nagyon rossz nézni ezt a leépülést, mert tényleg most már egy ilyen folyamatos leépülés van. Vele szenvedsz, érzed, hogy már, szerintem már ő is érzi. Mert most, amikor megláttam, hogy padon kezd, sírtál? Őszintén sírtál? Nem sírtam, de így nem hittem el. Őszintén, de hogy nem sírtam. Most legyél őszinte. Nem, el kell sírni. Na. Nem, de rossz volt tényleg azt látni. Meg gondol, de... Meglátod, hogy padozik, és... Hát, tényleg nekem nagyon... Na most gondolom, mi jött fel? Hát nem volt jó látni. Rossz, azért ő nem padon született, még nem oda való. Ő nem padra született, ő nem erre padra született. Tegnap elvittem Odettet vacsorázni, nem hiszitek el. Tehát soha nem volt. Milyen volt a Big Mac menü? Burger? Nem, most tényleg nagyon sok alkalom összegyűlt, meg tényleg sok izé. Pont gyűjtöket úgy... hogy Odett összegyűjtöttél? Úgyhogy... Akkor mi, akkor Vapiano? Vapiano. De szóval, hogy innen és ne tovább, tehát, hogy innentől nem, hogy nem megyünk feljebb, hanem, hogy soha többet nem megyünk, még a Vapiánóban se. Mikor én vittelek el titeket vacsorázni, az ja, megvan. Igen. Tehát vacsorázni eddig Odette, csak úgy voltam, hogy te is ott voltál, mert te fizettél. Mert elhív minket vacsorázni, de ilyen össze-vissza olyan helyek. De te miért nem hiszel az Odettet vacsorázni máskor? Mert pont gyűjtés van, most gyűjt össze, azt mondta. Szerintem az étterem az olyan pénzkidobás. Ne hát, ezt mondnád. Megeszed azt a kis szart, és akkor utána már fél óra múlva újra éhes, vagy menjek megint egy másik étterembe. De most fine diningról beszélsz? Vagy de mehettek sima étterembe is, ahol nagyobb adagok vannak. Ja, kifőzése rossz amúgy, én nagyon szeretem. Ja, Fici papa? Sanyi sarok. Nem, de, hát mi, de nem az egy élmény. Az, ott tudod, a csajok akkor kiöltöznek kicsit, akkor ugye nekik az egy más élmény, neked is, más impulzus, nem te főzöl, kiszolgálnak. Tehát ez más. Tehát egyedül kell a számlát fizetni, szóval tök jó egyébként az éttermezés. De most őszintén spúr vagy? Kajára annyi pénzt? Vapiánóban 10 000-et fizettem. Egy izé, két kárbonáraért. Igen, két semmi tésztájé. De most tényleg a Vapiánóba volt? Tényleg, ott élem. Ezt most ne szívas, a Vapiánóba mit tedd el. Ott hogy megszűnik a világ, nem? Ezt most nem mondod komolyan. De. Ott hogy megszűnik a világ, hallod? Vapiánóba mit tedd el az Odettet? Ez volt, hogy nem mentek sohasava, és tényleg a Vapiánóba mit tedd? Nem, most szivatsz. Jó, úgy volt, hogy a burgerbe megyünk. Nem, most nem, most ez nem, most szivatsz. Nem, most szivatsz. Esküszöm. Ne szivatsz, nem, én ezt nem hiszem el. Most komolyan. Szegény Odett. Most ő nem most mond, mert az mi, az egy rossz étterem? A Vörös Martin ráadásul. Hát kinéztünk az ablakon, és ott van a karácsonyi vásár. Nem, arra gondol, nem mondod, hogy most szivatsz, tényleg mondd, hogy ne, most tényleg mondd, hogy szivatsz. Gyerekek, Abasáról feljöttünk. Ja, tehát épp feljöttél Abasáról, onnan viszont a Vapiánó tényleg komoly. A Vörös Marti téri Vapiánóban. Na, azt értsd meg, várj, azt értsd meg, hogy azt mondják, hogy a Vapiánó az olyan hely, ahova a Vapiánót nem megtervezed. A Vapiánó, hogy ha állunk, beugrok a Vapiánóba. Ők meg azt akarják, hogy a csajt olyan helyre vidd, hogy ide most felhívtam őket, hogy van-e szabad asztal, bejöhetünk, igen, legyen külön rózsav, gyertsa. És ő tudta, hogy hol mentek, hogy ott itt szembesült, hogy a Vapiánóba jöttetek föl 80 kilométert. Tehát nem lehetne, hogy úgy jöjjek ki, hogy ez egy tök jó randi volt? Lehet ezt úgy vágni? Jó, de várj, hogyha abban indulunk, hogy alapvetően még a Burger King-be se vittál senkit, de Vapiánóba bevitted, akkor... És akkor te... Amúgy az jó, szintén épes. Ezt nem térek magamhoz, tényleg. Na, Ronaldo. Semmiből. Ronaldo. Nem, csak vissza, ott ma ott hagytuk abba az előbb, a Ronaldónál. Ronaldónál vágsz egyet, és most jövünk vissza. De én úgy benne vagyok. Ez kuka, tudod? Ez semmi. Na, rossz volt látni, hogy padozott. Aha. Ráadásul az egész családja, mindenki, a felesége, a gyerekek, mindenki ott volt fenn a lelátó. Láttam, hogy Georgina posztolt. Egyébként az mekkora kép volt, az amikor ott vagy, nem tudom, 150 fotós, ja, vagy nem tudom hány fotós, és mindenki a Ronaldót vette. Azért az milyen élmény lehet, hogy a padon vagy, és ez egy akkora dolog, hogy te a padon vagy, ja, hogy csak azt fotózzák. Az mennyire kemény átélni. De ez amúgy lelkileg... Ez...
Nehéz is lehet, mert azért nehéz, mert gondolom, ott egy csapatba, ahol te az a lényeg érte a csapatba azért, hogy lesz te a király, de azért tudod szerényen. Igen. De ebben a szituációban te nem tudsz dönteni arról, hogy te szerényen vagy nem, mert oda jönnek a fotósok és százan csak rád fókuszálnak, hiába nem is vagy a kezdőben. Szóval ez lehet biztos, hogy ilyen kis ilyen, nem tudom, keserű szájz valakitől, de amúgy biztos tisztelik a Ronaldot azért, ott nem hiszem, hogy valaki akárki p***atná. De most még nem mondtuk, hogy kinek szurkoltatok az elejétől kezdve. Ezt ti vagytok, hogy már kimondtam. Csak a jó meccs. Elejétől kezdve, ezt gondoltad, hogy Argentína, Brazília vagy Portugália? Igen, mert én nem tudok válogatottnak úgy szurkolni, hogy én nem tudok most egy válogatottnak úgy szurkolni, hogy Argentina, Magyarországnak, érted? Ja, és nem értem inkább úgy, hogy lejjenek jó meccsek, aha, és mondjuk a Messi, Ronaldo, Neymar karrier kitesre és VB, valaki aha, ennyi. Egy kicsit én is így vagyok vele egyébként, igen. Hát miért ezt hozzá tudod? Persze. Persze. Ti? És ti? Itt, én aki... nagy olasz szurkoló vagyok. Akkor jó, akkor kipihent vagy te is. Akkor tudod, én háttal nézem a vélet. Az olaszok, tehát akkor nem, nagy tényleg... izgalom, akkor nem izgulod túl akkor ezt a VB-t. Minden ilyen nagy világversenyen én az olaszoknak drukkolok. Ugye mi mindig... Miért mond az olaszoknak? A szüleimmel minden évben Olaszországban nyaraltunk, és és ott Bibionébe, tengerparton elmentünk. Bibionéig nem mentünk le, Triest, a határ. Átmentünk, Olaszba vagyunk, és akkor már jöttünk is haza. Egy kép, Instára és vissza. Minden nyáron Olaszba vagyunk, és akkor... Nem, tényleg, és ott egyszer megéltem egy olyat, hogy lehet, hogy többször is, amikor vagy az EB, vagy a VB volt, és mi pont kim voltunk, és olyan fiesta hangulat volt. Nem nyerték meg, akkor lettek aztán másodikok, hogy most ez VB volt, EB, én nem vagyok így jó történelemben, de hogy hihetetlen, hogy a dudáltak is lógtak ki a kocsiból, és az utcán az a rengeteg ember, és hogy olyan tényleg fiesta hangulat volt, meg eleve nagyon szeretem az olaszokat. És akkor most kinek szurkolsz, így, hogy nem jutottak ki? Nekem a brazilok játéka nagyon tetszik. Real, Brazil, te mindig a legjobbakat választod. Te miért kinek szurkolsz? Ez gusztustalan divat rukkásség. Kinek szurkolsz? Marokkónak? Ne. Amúgy Marokkó nekem nagyon szimpatikus, nagyon tetszik a hozzáállása a csapatnak. Afra Hakim. Hakimi. Igen, meg én a hollandokat szerettem. De most ez egy teljesen átalakult holland válogatott, ennek még kell idő, úgyhogy most igazából hollandok. Aha. Hollandok. A hollandoknak? Igen, egy kicsit átalakult az egész. Argentinok el fogják verni őket, azt szerintem. El, csak azért az a baj. Simán. Hát jó. Az még ki van még azon az ágon? Ki a brazilok? Nem, de a brazilok vannak még azon az ágon. Kivel? Úgy látok, az elődöntől lehet úgy, az elődöntől egyik oldal Dél-Amerika, másik meg európai. Tehát Portugál-Francia az egyiken, a másikon meg lehet Brazil-Argentin. Franciák angolok játszanak, elverik őket? Az ott szerintem... simán nem verik meg. Angolok nagyon jók azért. Azért az egy kemény meccs. Szerintem az 11-es lesznek. Egy Maguire belső védőt tud játszani, az kijön. A hulladék a csávod a VB-n, amúgy esküszöm, hogy játszik. Tudjátok, mit mondok nektek? Hogy azt mondom nektek most. Marokkó kivel is Portugáliát? Marokkó kivel is Portugáliát. Ezt én is érzem. Ezek energiák, és azt érzem, hogy ők most annyira egybe vannak, hogy az ők szerintem... Egyben van az a csapat. A gyerekek amúgy, a Marokkót kezdő 11-et felolvassuk, amúgy mindenki top Premier League-be játszik kezdőket. Tehát, hogy amúgy oké, hogy annyira nem nagy ország, de amúgy nagyon jó játékos. Egy 11 játékos van. Na jó, oké, Argentin, Brazil, és akkor egy francia, Marokkó, és akkor utána szerintem, na, Argentin, Brazil. Na, hogy VB döntőbe felére meccsem úgy nálam nagyon. Abszolút. Miért egy ágon vannak ezek? Miért nem a döntőbe tennek? Mert ugye... Argentinok a védelmük nem jó. Szerinted kiverik, a brazilok most, kiverik az argentinok. Ugye a Romero, meg ez a Lisandro Martinez, ezek nagyon nagy formát. Egyben vannak egyébként, meg mit gondoltok erről a táncról, amit tolnak a brazilok? Nagyon jó. De nem csak azt mondtad, egyszer vicces kész. De nem csak arra mondom, hogy megtámadták őket, hogy nem csak megtámadt őket valamelyik, nem tudom, szakkommentátor, régi focista, nem tudom ki volt, hogy ez mennyire ilyen tiszteletlen a többiekkel. Én egy picit azt gondolom. Azért osztom, mert első gólnál oké, érted? Más, 30 már annyira felesleges. Az már tényleg csak arról szól, hogy amúgy lesz az ellenfelugrálók. De ez egy brazil válogatott, ez a hangulat, ez a nemzetük. És hogyha mondjuk, ezt ki jelen játszottak most? Dél-Korea, nem? Dél-Korea. Na, én ott lettem volna dél-koreai, a Neymarnak úgy kezébe adom a lábát, ott a harmadik tánc után, meg Richard Rissonnak is, hogy többet nem játszanak a VB-n. Tök jó, hogy ők... Mert három lenne táncoljanak rám. Egynél kettőből igen. Azt én adom, de én nem. Hát jó, de oké. De nem is, ezért te nem táncolsz, jó táncol. De ez egy szelet Brazília, hogy ott ők így fogják fel, és végre valaki nem feszült, és nem ilyen görcsös. Adom, csak hogy érted, van egy olyan alapvető dolog. Hogy ez már, amiatt tisztelt, hogy háromnál már megalázol. Igen, akkor... mondjuk háromnál, mondjuk azt mondom, hogy oké, pacsizunk gólra, és középet kezdünk. De közben ez egy VB, ez egy kiemelt esemény. De minden gólnak örülnek, ez bekerül a történelem könyvekbe. De szerintem mondjuk az nem gáz, hogy valakivel mondjuk a másnak 12-t, mert az korrekt, mert én úgy játszottam, mint akárkivel játszanék. Ha viszont a harmadik, meg második gól után, és amúgy oké, én tényleg néztem meccset, és amúgy adom rajzokat, tehát amúgy ez nem ilyen biztos, hogy egy kiverés nálam, kicsit túltolom most, de figyelj, az a lényeg, hogy
harmadik gól után táncoltak egyet. Majd a Richarlison meg a Vinicius még táncoltak még hárman egyet, majd a Richarlison még egyedül is táncolt egyet. Azért táncolni. Azért érted? Tehát, hogy ja, nekem de ez nem, a sok. Nem, nem, nem a kapus szemébe táncol, hanem a nézőknek addig. Jó, de te ott vagy délkoráiként. Igen, az ennek tiszteletlen. Ott akar szállni 15 perc, és nézd, hogy a Richarlison így táncol, meg így, meg utána ugrálnak, meg utána éneket csinálnak, érted? Amit egyszer megnézem, de harmadjára. De nem nézek oda, hát ez nem, nem neki szól. De én meg játszani akarok. A bíró tiszteletlen, hogyha oda mennem, a kapushoz, és a kapus előtt. De mondjuk a Haki meg király volt, mert megbökte a spanyolokat, és egy ilyen Ramosos gólörömmel hazaküldte őket. Tehát ő korrekt egyébként. Engem nem se verik ki a biztosítékot. Meg de, ilyen, benne van. Ilyen béna kötekedésnek érzem, hogy valami mindig bele kell kötni. Nekem egyébként a foci is kicsit ez a bajom most, hogy annyira túl van taktikázva, túl van gondolva, hogy régen mennyivel jobb volt legalábbis szerintem, hogy, hogy ott tudod, hogy kicsit olyan szabadabb volt az egész, nem? Most már régen látod, sportértéke nagyobb volt. És most meg látod, hogy már kijelzők a kispad előtt, már beszélnek, minden info abban a pillanatban, hogy eltelt 10 perc, már tudod, hogy ki milyen formában van, mi a taktik, tudod, hogy meg tudod, engem zavar amúgy a modern fociba? Hogy régen nem volt ez az ilyen... Csodálsz kicsit, borsok, látom, hogy ilyen csodálattal nézel rám. Én annyira szeretlek kérni. Ezeket az ilyen, amikor valakit arra edzenek, hogy jól adjon interjút, tudod, régen annyira nyers emberek voltak. Igen. A George Best lenyilkozta azt, hogy figyeljetek, igazából én a holnapi meccset el fog menni, és megvan a legjobb csajt Angliába, és mint az állat, és leadták, és lement, igen, és ugat 3 gólt. Igen. Most már ez nincs egyébként. Nincs meg ilyen, mindenki annyira ilyen... Steril lett. Igen, steril. Minden steril. A Ronaldo... Az egész világ steril lett, de a fociban ez minden, is ez annyira rossz. De a foci annyira meg úgy említeni, hogy vezető sport, igen, ott a legerősebben nyomjuk a politikát, a véleményeket, igen, és a Ronaldo nem mondhassa, hogy neki most a ki van, mondja azt, hogy minden a Bappé, ugyanez, és annyi pénz van amúgy, hogy tényleg amúgy. Mások, amit utálok, vége a meccsnek, és pont nézni akarom, ki kivel haverkodik, hogy, ja, hogy megy az Edi, igen, messere, és akkor köszönjük szépen a szó a stúdióért. És Korsos Gyuri bent ül. És nézem, hogy ott ilyen nagyon szomorúan beszélgetnek arról, mi volt a taktikai, meg egy kicsit hagyd nézzem, ez a lényeg, tudod. Kivel haverkodik, mit mond neki, kivel cserél meg. Ez van már, mert tényleg már az összes játékos úgy beszélget egymással, mint a büdös lenne a szája, és így letakarja. Igen. És annyira kellemetlen, mert kíváncsi lennék, hogy tényleg mit mondanak így egymásnak. És ez a pályán. Például tényleg ez. Tudod, mi a következő? Tud ilyen nagyon beszélek. Az lenne nagyon menő, hogyha eljutnánk arra a szintre, hogy tényleg akkor oké, ez már show, és hogy legyen rajt mindenki mikroport például. Ne. Meg én imádtam, amikor egy dolgot szerettem a Covid-ban, és hogy üres volt a stadion, hogy Jordan hallottál. Pont volt egy videó, a Jordan Henders, Oliver Polo csávó 90 percig végig beszélt, és egyébként, meg Amerikába tolják ezt, igen, hogy a bírókra is egy-egy játékos adnak ilyen mikroportot. Igen, az NFL-be, ugye? Igen, meg a MLS-be, ugye a rendes foci, tehát az európai foci téma, meg ott csak az All-Star gálán, csak ilyen gálam, de amúgy nagyon izgalmas, amúgy, tehát jó, az jó ott lenne. Amikor ezt láttál, miket mondhatott a védőknek végig? Vagy mi lehetett volna tudni, hogy a Zidane meg a Matarazzi mit mondott? Az mai napig rejtély, vannak. Még azt akkor tippeljük meg, hogy ki nyeri szerintünk a VB-t, hogy legyen egy ilyen tippünk. Én nagyon szeretném, hogyha a brazilok nyernék. Szerintem az egy ilyen kerek dolog. Szerintem azt, hogy kit szeretnél, szerinted kik nyerik meg? Meg is nyerik. Aztán brazilok szerintem. Meg is nyerik a brazilok. A brazilok nyerik meg idén? Igen, mert azért, mert nagyon filmesen nagy a Messi nyerje meg a Ronaldo, tudod? És amúgy a élet nem ennyire filmes szerintem. Meg a középpálya. Jön a Neymar. És majd figyeljetek, mikor Marokkó felemeli. Akkor viszont... Marokkó. Hát a görögök, a is ilyen, nyer. A görögök tényleg. Hát annó emlékeztem, nem tudom, hanyadik, vagy Ronaldo mi az, nem tudom, az LBVB volt, és a görögök nyerték, igen, meg. Teljesen kiváló csapat. Figyelj, Bence, sok tetkód van neked is, nekem is. Ne. Ha Marokkó nyer. Ne. Akkor valamit magadra találtasz, te is, meg én is. Őt. Ne, be! Persze, beadom, ne. Hogy ki? Nem vagy ilyenre? Ha Marokkó nyer... Aha, tesó, nincs sok esély rá. Én magamra varratom a Norbit. Danék de is. Nem a Norbi, nem! Valami Marokkóval kapcsolatos valami. Jó, egy Marokkó zászlót. Ha Marokkó nyeri a VB-t, igen, akkor magunkra tetováltatunk mind a négyen. Én ezt nagyon adom. Mind a négyen, valami, nem kell mindenkinek ugyanazt, Marokkóval kapcsolatos valami. Jó. Ő Marokkóval kapcsolatos. A gyerekek, rajtam egy darab tetoválás sincs. Ez lesz az első, hát milyen az jó. Az első egy Marokkó tetoválás? Vagy Forza Marokkó? Úristen, ez milyen jó lenne. De az örök érdélel. Már volt, Odettel már beszéltük egy ilyen közös szív, vagy valami, de hogy Forza Marokkó. Marokkó az egy csillag amúgy. Igen. És tudod, neki nem mondaná, de hogy figyelj, hogy tudom, hogy régóta beszéltük, hogy a közös tetkó lesz az első mind a kettőnek. De hogy van ez, nézd a ezt a zászlót. Eldugod. Hát, Odett fogja a marokkói zászlót. Mindegy, meg tudod csinálni. Igen. Jó, most te is itt voltál. Olyan helyre, amit nem néz gyakran. Olyan hát akkor egyáltalán. Hát akkor megvan.
Na jó, de azért szerintem nem, igen, szerintem vagy a brazilok, vagy az argentinok. De ha egyet kéne mondanom, akkor én azt mondom, hogy Argentina. Te azt mondod, hogy Franciaország? Francia. Oké. Okay. A brazilokat tartjuk, nem? Igen. Én is szintén. Tehát két brazil. Én csapatba gondolkodtam, de ő akkor azt mondta, hogy én brazil. Ne, te mondj már más. Ja? Akkor... akkor nem marad. Ez... tudod mit? Én meglepem az angolokat, jó? Ja, jó, hát persze, még az sem biztos, hogy tényleg. Hát az angolok. Jó. Aha, jó. Jó. De hogyha Marokkó, akkor mindenki csinálja egy tetkót. Mindenki. Akkor mindenki. Csinálja. Mindenki, akkor Normi, meg te is mondd rá. Te is mondd rá. Mondd ki, Léci. No. De nektek ez ilyen, hogy elmegyek de Marokkó nem fog vb-t nyerni. Nem fog vb-t nyerni. Ez a kindársalap. Mondd ki, hogy igen. Ja, akkor egy teli ház. Úristen, de jó lenne Marokkó nyerni. De nagy ilyen, ilyen színes akúzatát van. Jó, megcsinálom. Jó, megcsinálod? Meg hát. Jó. Na figyeljetek csak, hogy készültem még egy kis játékkal, egy ilyen kis kártya. Egy kis kártya. Semmi extra. Nem tudom, hogy hallottatok erről a kis péntekről. Nem az volt, hogy ötig vagy? Hogy van-e kedvetek? Kártya! Tényleg játszunk amúgy vele? Ne! Nem már, hát, szóval fel kell hívnom az exemet, meg mindent, én tényleg vége van nekem az életemben. Én nagyon szívesen játszok kártyát. Nem, viszlek, készültem egy ilyen kis VB-kvizzel, kérdések vannak, és ha tudjuk, aki nem tudja a választ, az kap valami büntetést. Jó. Készültem mik a büntetések? A büntetés az, hogy fel kell hívni az exedet, és szerepet kell ballani neki. Jó. Vagy át kell adni a jégkockát a másik szájába. Nem, arra gondoltam, hogy tortillázunk. Csupofozás. Aha. Akármikor már. Természetesen az erőszakot elítéljük, ez csak játék. Ez művészet, Bence, ez művészet. Művészet. Ez művészet. Hát melyik kapus kapott piros lapot az idei VB-n? Ez nagyon könnyű kérdés. Ezt nem de várjál, ezt nem tudni, de nehogy segíts neki. Bruno, úristen. Tessék, te adhatod a pofont, nem tudja. Na, három, kettő, ilyen egyből. Egy. Na. Lengyelek. Honnan tudtad? Kamu. Kamu. Velsz, a velszi kapus. Ja, nincs taps. Mit kell csinálni? Hát egy jó, jó nagyot, egy nagyon komolyat. Igen. Mert? Hát ez nagyon gyenge van. Úristen, hallod, de akkor, oké, akkor ne ő adja, adom újat, én. Újat. Az annyira rossz nem volt. Ez, ez úgy tükrözi az öltözködésedet. Ugye? A 2010-es VB-n. 2010? 10-es, afrikai, Tél-Afrika. Igen. Ki volt a gól király? Ne. De. 2010-ben ki volt a gól király, mert 2010-ben... De várjál, 2010-ben volt VB. De kirúgta konkrétan a legtöbb gólt, ugye? Ugye a legtöbb gólt? Tehát gólt. De várjál, akkor nem, megnézem, mert ha jól emlékszem, itt holdfelsen volt, és a gólpasszok ezért, döntöttek. Ezért bizonytalanodtam el. Ezért bizonytalanodtam el. Jó, hát ha cipőről beszélünk, akkor szem a Forlán. És nem, mert ő a labdát nyerte. De már a cipőt a Thomas Müller nyerte, de viszont helyes, mert ha rákeresse, akkor Forlán dobja ki, de amúgy nem azt kell néznem. Ne. A ne. Tásó! Ez csíp, azért csíp. Sokkal komolyabbat kaptam én. Hallod? Nem, ez csíp azért, ez azért csíp. Jó, Kövinek én adok. Muti, de nézd, csak megmutatom, nézzek. Ne, csak nem csak, hogy csíp, gyere. Oh! Ez cheap, nem? Cheap. Másik oldalt nézzük? De... Mikor nyertek utoljára VB-t az olaszok? Na. Ne, ez nem ér! Kirázza a kis ujjából! Nem, újat kell húzni, ez nem ilyen. Nem. Ér. Belehibázik, esküszöm. 96. Sajnos 2006, úgyhogy... Jézus! Ezt tudtam fogtam. Ez korrekt. Egész műsorot éreztem, igen, hogy van valami unszimpátia, hogy rohadtál meg. Melyik játékos játszotta a legtöbb VB meccset? Melyik játékos játszotta a legtöbb VB meccset? Ever. Az jó kérdés. Ever. Tehát kinek van a legtöbb VB mérkőzése? Gerd Müller. Hú, de random tipp, amúgy az. Hú, random, de nem jó. Mert ha jöttem, akkor a Mateusz, nem? Szerintem Lothar Matthäus. Az lett volna a második. Aha, hát sajnos, ugye elsőnek kellett volna mondani. Jaj, Külivel! Most külsővel fogom. Külivel. Külivel. Gyerek, megnézem a távol. Ú, de bá. Hú, ez csak... Ennek nagyon komoly hangja volt, azt rohadt. Ez a tortilla volt, vagy a kezed? Ne, ez a tortilla volt. Ez a tortilla. Mi Brazília fővárosa? Rio de Janeiro, nem? Nem az! Adj neki Brazília a ja tényleg! Adj neki pofon! Yes, adj neki pofon! Te nem elvicce történelem! Várjál, ez ki kell vágnom ezt.
ciki. Gyere! Fecó, te olyan, te hülye úriember, vagy. Úriember, nem? Nehogy már engem, nehogy már engem is él. Hú, bár, felveszek egy ilyet, hogy Brazília város, de üss meg! De tényleg megcsinálod, nagyon undorító vagy. Annyira. Vegyünk fegyet velem is, hogy 2006. De üss meg! Mindenki tudja, Lothar Matthäus. Amíg versenyben lévő 8 csapat közül, melyik lőtte a csoportkörben a legtöbb gólt? Jó, akkor... Amúgy nálam egyből vissza, Velsz kapusnál egyből volt az 3-2-1, szóval örülnék, hogyha... 3-2-1! Mondj egy csapatot! Portugál. Nem. Nem. Angolok. Szerintem, igen. Angolok. Én nem tudtam. Az első meccsen... 9, igen, 9-et lőttek azt hiszem összesen. Ja, első meccsen... Jó, egyet kaptak. Jó, te húzol. Na jó. Nem, pofon. Ja, pofon, hát, tényleg. Majd Lali, esély. Vagy Norbi. Nem. Na, hát akkor csináld te. De én már előbb kaptam, azt nem tud ide vágni. Ez jó volt, mert ez ott. Ez jó volt. De nem volt. Elmondottam, hogy nekem ilyen volt. Tehát nektek akkor nektek jó volt ezek szerint. Jó, nekem... De melyik a fájdalom, vagy inkább a megalázás érzet? Hát, hogy ja. Mind a kettő. Hány VB meccsen játszott Diego Maradona Argentina színeiben? 16-at. Ez az utolsó? 16. 16. Jó. Az rossz, mert úgy tudom, hogy 21-et, nem pont? 21-et? Na, mert... Amúgy ez? Hallod? Ez az első volt, ami azt mondom, hogy hallod? Téged felidegesített az előbb. Hallod? Neked fájhatott tényleg az első kettő. Hallod? I am José Mourinho. Business. Úristen, hallod? Több kör ne játszunk. Tehát én nekem nincs is kedvem játszni. Hagyjuk abba. De azért mondom. Szerintem így hagyjuk abba, hallod? Jó, amúgy ez csak megcsípte. Ez amúgy olyan, a rossz fülpöci egy ilyen. Tudod, amikor cicáztok, eladod, és akkor hátulra egy ilyet kapsz. Tehát ez igazából... Majd egy perc múlva, amikor megnézed a bal arcodat. A gyerekek, tudjátok, aki a hakni világába él az éjszakába, azért az kapjákat. Az komoly volt. Na jó van, gyerekek, hát köszi nektek, hogy itt voltatok. Jó volt, izgi volt. Azok között, akik kommentelnek a mai rész alá, kisorsolunk most is egy ilyen kis pénteket, úgyhogy várjuk a kommenteket. Nektek pedig tényleg köszi, hogy itt voltatok. Jövő héten is jövünk. Hát egy ilyen karácsonyi adással, amiben sok karácsony nem lesz egyébként. De fogunk egy kicsit a karácsonyról is beszélni, de nagyon vicces lesz a következő adás. Azért tudom ezt mondani, mert már felvettük, és sírtunk konkrétan a rögéstől. Az egyik kedvenc részem ebben az évadban a mai biztos nem tartozik ezek közé. Na jó van, tényleg kösz, hogy itt voltatok, és akkor hajrá Argentinek, hajrá Franciák, hajrá, angolok, és hajrá... Brazilok. Hajrá, brazilok, és ha véletlenül mégis Marokkó nyer, akkor pedig közös tókó. Közös négy. Telihát. Mekkora a szája. Nagyon. Marokkó fogja. Nagyon, én is remélem. Úristen, igen. Na jó van, szevasztok! Köszi szépen, sziasztok! Argentinok.